Alsi Vajdasági Könnyűzenei Tehetségkutatóra, amely a Kárpát-medencei Öröm a Zene Tehetséggondozó Program vajdasági állomása volt, könnyűzenei, feltörekvőben lévő zenekarok nevezhettek be. A rendezvény szakmai partnere a tatabányai Peron Music Alapítvány, támogatója pedig a magyarországi honfoglaló program volt. Az alapítvány célja, hogy az anyaországban már bejáródott rendezvénysorozatot kiterjessze a határokon túlra is, így jutott el az esemény Vajdaságban. Erdélyben három városban is van már ilyen típusú tehetségkutató fesztiválunk. Ugye az egész egy nagy rendszernek a része, 25 tehetségkutató van így országosan és így a külhonban, ebből 5 valósul meg ugye külhonban. És ez a 25 tehetségkutatónak van egy nagy döntője, és annak a nagy döntőnek a nyertese az, aki mindent visz. Szóval ez egy ilyen felfelé építkező rendszer, és abszolút a szakmáról szól, arról, hogy a fiatalok alkossanak könnyű zenében. És ugye hát mivel te feltörőben lévő zenekarokról, tehát gyakorlatilag ismeretlen zenekarokról van szó, esetleg a saját környezetükben, ha ismerik is őket, máshol nem igazán, róluk van szó, ez nekik is egy lényeges, vagy egy fontos ugródeszka lehet a jövőjük szempontjából. Azt gondolom, hogy igen, sőt, állíthatom is teljes őszintességgel, hogy igen, hiszen van olyan zenekar már, aki mondjuk a tatabányai Peron Music tehetségkutatóról jutott be az országos döntőbe, azt megnyerte, és azóta a Sziget Fesztiváltól kezdve minden nagy fesztiválnak a nagy színpadosa. Ilyen zenekar például a Margaret Island, talán többeknek ismerős lehet, ők egy fiatal banda, de végigjárták ezt az utat, megnyerték először a miénket, aztán megnyerték a nagy döntőt, ma meg már a rádióban, a tévében is a nagy színpadokon szerepelnek, úgyhogy azt gondolom, hogy igen. És ha valami még nagyon fontos ebben, az, hogy saját dalokkal kell szerepelni, élőben kell előadni, tehát arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy alkossanak, teremtsenek újat, írjanak dalokat. Új helyen, új környezetben nem könnyű megszervezni egy-egy ilyen tehetségkutatót. Alapvetően ma már a közösségi hálók azért sokat segítenek ebben. Nyilván meghirdettük, hogy lesz egy ilyen. Nyilván van egy segítőnk, aki ismertebb itt helyben, tehát hogy jobban kiismeri magát, inkább így mondom, itt helyben. De nem úgy működik, és nem úgy működött, hogy ismerünk zenekarokat, akiket vártunk, hanem meghirdettük online jelentkezési lappal, online felületekkel, a közösségi médiában, meg megpróbáltuk terjeszteni a zenekarok között, hiszen talán a legjobb út az ismertségeknek a hálózata, hogy azt mondom, hogy ugye te már voltál nálunk, add tovább a lehetőséget, biztos ismersz olyan vajdasági zenekart, akinek ez egy jó ugródeszka lehetne, küldd el, jelentkezzem, nincs nevezési díj, igazából annyiba kerül neki, hogy ide jöjjön Magyar Kanizsára, lépjen föl, mutassa meg magát. A fellépőket szakmai zsűri értékelte. A célja ennek az egész tehetségkutató rendszernek, amit az NK és a hangfoglaló program elindított, illetve a Hanosszal ez a teljes egysége, az, hogy mindenki támogatást kapjon, ha kell válveregetést, ha kell mit a jobb helyezettek, akik már jobb zenekarok, lehetőséget máshol fellépni, tehát hogy nem elutasítást amikor észre, vagy hogy... Akár kedvüket is szeghet, és abba hagyják, mondjuk. Amikor mondjuk elmondjuk a véleményünket egy zenekarról, és nekem ez nagyon tetszik, mert én ilyen típusú ember vagyok, én mindig a jót próbálom nézni mindenben, és ez itt is ugyanígy működik, tehát hogy mivel lehet támogatni őket, ez a legfontosabb. Úgyhogy most az, hogy 10 helyet 12, 20 perccel tovább tart a történet, de éljen, hogy van még két zenekar. Én a regi zenében dolgozom, ugye elég régóta. Nem éppen olyanokat hallok, igen, így gyakorolni. Igen, ők most nem ilyenek lesznek, de a regiben én nagyjából pontosan ezt próbálom csinálni a fiatal zenekarokkal, hogy hála Istennek, hogy van még egy, van még kettő, egy fiatal banda, aki szeretné csinálni ezt a műfajt. Úgyhogy én nagyon-nagyon szurkolok mindegyik kölyüknek, akár 12-ek lesznek, akár elsők. Bodnár Tibor egyébként a magyar Magyarországi Ladány Bene 27 zenekar vezetője, amely az első közismert reggi banda volt. Ha már alkalom adódott, arról is kérdezősködtünk, hogy mi újság az együttes házatáján. Ó, hát fiatalkorú zenekar, Krisztusi korba léptünk, 33 éve toljuk. Picit talán azért vagyok karikásabb szemű, mert tegnap épp egy ilyen
zenekari nagy értekezlet volt, hogy indul a szezon. Összeraktuk itt a dolgokat, egy nagy konferencia, éjfélig kb., és nekem 17:30-kor föl kellett kelni, hogy ideérjek. Jól vagyunk, köszönjük szépen, vannak koncertek, gondolkodunk most egy új album elindításán, tehát most ezek nem nagy hírek így, mert minden zenekar albumon gondolkodik, de működik, hál' Istennek van érdeklődés, aktívak a tagok, szeretjük ezt a dolgot. Voltak utóbbi időben nagyon jó koncertjeink, a Spring Reggae Jam, ez is egy ilyen kis rendezvényünk, és elképesztő hangulatos volt, most gyúrunk nagyon a Reggae Camp fesztiválunkra, ami július végén lesz, csomó jó-jó előadóval külföldről, Magyarországról, ott is lesz tehetségkutatás, mi úgy hívjuk ezt, hogy... De az már reggae. Az már csak reggae, az Jamaica, 5 nap Jamaica, és a Bob Marley-nek a fiát sikerült meghívni, a Julian Marley-t, úgyhogy most nagyon be vagyunk sózva. Ilyenek, te pörög az élet, hál' Istennek, 33 éve zenekar házatáján is. A tehetségkutató győztese a Szent Tamási Mercury zenekar lett. Ezzel kiérdemelte, hogy részt vegyen a budapesti döntőn. Produkciójukról a szakma elismerően szólt, de a közönséget sem hagyta idegen a banda zenéje. Nagyon, nagyon örülünk a zsűri véleményének, az építő kritikáknak. Mindannyiuk dicsért minket, valamilyen építő kritikát is mondott. Ez fontos visszajelzés, mivel szeretnénk a színpadi produkciónkat egy érett, kiforrott dologgá megcsinálni, szóval az a cél, hogy minél többet zenéljünk, és minél látványosabb legyen a produkciónk. Ne csak a zene mutasson valamit, hanem mi is. Nem szeretjük, mikor ilyen szöveg módjára beállnak a zenészek, de hát szerintem jó volt. Persze építeni fogunk tovább, de meg vagyok elégedve azzal, amit produkáltunknak. Azt mondta a zsűri is, hogy sajnos érdekes módon két ellentmondásos véleményt is hallottam, mert addig, míg a zsűri hölgytagja, Szuzanna azt mondta, hogy örül a billentyűsnek, addig a ladányban, és azt mondta, hogy hát oké, hogy van, de nem mindig kell. De erről mi a véleményed? Talán azt mondta, hogy az effekteken kellene változtatni, szóval egy digitális billentyűben ezernél több variáció létezik, ami a hangzást illeti, és mi még nem találtuk meg azt az igazi hangzást, ami illene a zenéhez. Ezt folyamatosan követjük, próbáljuk, hogy melyik lenne jó, melyik nem. És hát úgy látszik, még nem jutottunk el oda, hogy az igazi legyen, de oda jutunk majd. De azt is kihangsúlyozták, hogy nagyon jó egyben van a zenekar. Említetted a színpadon, hogy 4 éve léteztek, de 2 éve van ez a felállás. A zenekar 4 éve létezik. Én léptem be utoljára 2 évvel ezelőtt, miután befejeztem az egyetemet. Azóta intenzíven gyakorlunk, nem volt ez ilyen az elejében. Volt időszak, mikor 3 próbánk volt hetente, 2, szinte minden héten van próbánk, ritka az, hogy nincs. Igyekszünk, otthon is gyakorlunk, akkor külön-külön gyakorlunk, elmegyek a Tóth gyerekekhez, aztán úgy gitárokkal, énekkel, stb. Próbáljuk azt, hogy valamire hasonlítson az egész. Szóval nem szeretünk egy ilyen félkész állapotban megjelenni emberek előtt, mert az számomra akkora szégyen, hogy azt nem akarom megengedni magam. A zsűri értékelése szerint a második legjobb teljesítményt a budapesti Carson Coma együttes nyújtotta, harmadik pedig a másfél éve zenélő, főleg jazzzenit játszó szabadkai East Principa együttes lett. Danas sviramo autorske jazz kompozicije. Svirat ćemo 3 kompozicije koje sam pisao ja, koje smo zajedno aranžirali kao band i nalaze se na predstojećem albumu koji posle ovog takmičenja u nekom trenutku izdajemo. Ima nas 5 trenutno. U pitanju su bas gitara, električna gitara, saksofon, bubnjevi i klavijature, to je to. Sprijateljili smo se zato što je Bumford Gabor, organizator jazzik festivala u Subotici, tražio da ja sastavim neku ekipu muzičara, tako da smo se mi našli da nastupamo na jazziku i onda smo odatle jednostavno nastavili zajedno da sviramo. A svi smo bili učenici, neki su još uvek učenici srednje muzičke škole. Az East Principa együttes még egy díjat bezsebelt, hiszen a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó Újfalusi Gábor díjat Goran Bíró, az East Principa zenekar dobosa érdemelte ki. Külön díjat is osztott ki a zsűri.
Ezt az elismerést a szegedi Colmena zenekar szerezte meg. A zenekar 2016 őszén állt így össze, azóta toljuk igazából így együtt, és azért jelentkeztünk, mert fontosnak tartjuk azt, hogy minél több helyen megismerjék a zenekart, mert hogyha eljutunk egy ilyen helyre, akkor nem tudhatjuk, hogy ki ül a zsűri között, és meg a zsűri között, egy, plusz még a közönség között, és ne talán egy koncertterejére vissza is hívhatnak minket az adott helyre. Ezért jelentkeztünk igazából, és egy nagy ugródeszka ez a tehetségutat, ez az öröm a zene igazából. Nagyon is tetszett ez az egész millió, ami itt fogadott minket. Én személy szerint szeretek járni így a határon túli magyar vidékekre, én nagyon szeretem ezeket a helyeket, és természetesen, hogyha hívnak, nagy szeretettel fogunk jönni. Meg lehet-e határozni, hogy mi az, amit játszotok? Fú, hát ez egy jó kérdés. Hát ez a modern metal az, amit mi képviselünk kóros elemekkel. Ez, hogy mondjam, népszerűbb, mint a klasszikus metal zene a fiatalok körében, vagy ez még most van föltörekvőben? Ez most van föltörekvő, ugye a AVS zenekar is, ugye, aki most kijutott az Eurovíziós Dalfesztiválra, ugye ők azok, akik igazából így ezt a, kezdik így kijárni a mifajta zenénket játszó zenekaroknak a kis utat, de tudnám itt sorolni még jó pár zenekart is, de igen, tehát ez még egy kicsit így nagyon underground, de igen. Van neki jövője? Van mindenféleképpen, csak csinálni kell, és nem szabad feladni, mert nagyon sokszor zárt kapuk fogadják az embert, és akkor az ablakon kell bemenni. Vagy meg kell döngetni a kaput. Vagy meg kell döngetni. Vagy rugdosni. Bizonyám, így van. Én is így állok hozzá ez az egészhez, mert máskülönben nem lehet ezt csinálni. Csak hogyha kitartás van, csak úgy lehet. A szegediek frontembere Bagdi Balázs volt. Szeged a zenekarnak a központja, úgyhogy igyekszünk ott és a környékben minél többet, de megfordultunk egyébként sokat Budapesten, illetve Pécsen, igen, most volt a zenekar első önálló turnéja a tavasszal, és megfordultunk Pécsen, ugye Budapesten, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, így van. De talán ami a legemlékezetesebb, és ebben senki nem fog belém kötni, hogy tavalyi év folyamán lehetőségünk volt a mezőtúri East Festen fellépni. Ez mindenképpen nagyon üde folytja a zenekar történelmének, ha lehet így mondani. A tehetségkutatón bemutatkozott még a Virtual Revolution, a Five More Minutes, az Over Three, a Sehonnai, az In Well, a Feel, a The Fire és a Beyond Violence együttes is.